Dalszövegíró, költő, versmondó, rendezvényszervező, újságíró és nóta szerző, az Országos Magyar Nóta újságnak 18 éve tudósítója, főmunkatársa, Újpest vezetése, kulturális és közösségi munkájáért 2011-ben Újpestért díjban részesítette, 15 éve rendez Újpesten évi három alkalommal rangos, teltházas, cigányzenekaros nóta operettestéket, 7 éve pedig megalakította szintén Újpesten a Magyar Dali Zenebarát kört, dalszövegei, szerzeményei folyamatosan születnek, eddig 106 bejelentett műve van, dalai között egyaránt van nóta, sanzon, táncdal, hazafias dalok, cigánynóták, költeményeivel a 2001-ben megjelent Jelen himnusza című verses kötetében találkozhatunk, melyből egy szerzői verses CD is készült a saját előadásában. Ez egy laudáció, amiből most citáltam, méghozzá az év nóta szerzője Artisiusz díjhoz. Hát, amíg nem találták volna ki, az év nóta szerzője Artisiusz díjat idén László Mária kapta, akit egyfelől köszöntök a stúdióban, másfelől meg természetesen gratulálok ehhez. Nagyon szépen köszönöm, és nagy szeretettel köszöntök minden kedves nézőt, újpestit, nem újpestit, önöket, és meghatodva köszönök mindent. Azért citáltam ezt, ugye ez Nógrádi Tóth István laudációja volt. Igen, ez a Magyar Nóta Egyesület elnöke, a Nógrádi Tóth István, és ő hívott fel a díjátadás előtt ezzel az ismertető anyaggal, méltatással. Fölmutatná nekünk ezt a szép díjat? Hát igen, ez egy nagyon szép díj. Ha már itt van. Egy kis bronz jelképes díj, benne nyomattal, hogy Artisiusz díj. Jog és a zene, mivel ez egy zenei szakmai díj, tehát a könnyű zenei szakmai, de ezt mindenki kapja, a komoly zenei szövegírók, zeneszerzők és könnyű. Tehát ez a zenei műfaj. Minden jogilag Artisiushoz tartozó alkotás kapja ezt. De ez, ugye említette, hogy ez egy szakmai díj. Igen. Ezek a legjobb elismerések, nem? Amit a szakma ad, ráadásul a szakma jeles képviselői, hiszen itt ugye nem szimpátiáról van szó, hanem szakmaiságról. Hát az eredményről, a munkásságról, a tevékenységről, de van ennek egy nagyobb fokozata is, az életműdíj. Na, tehát hát akkor... Igen, úgy, ahogy most is kaptak életmű, hát mit gondolt, ki kapta, ezt muszáj elmondanom. Na, mondja. Mindig egyszerre kapunk díjat, a hobó. De most komolyan, a Újpestér díjba is együtt voltunk, meg hát az életünk pályája is sokszor együtt ment. Meg hát ez szép, tehát hogy akkor a Újpest jelentős szeletet harapott ki az Artisiusz idei. Nagyon jelentős szerepet, ő életműdíjjal. Ugyanilyesmit kapott, csak még másfélét életműdíj. Hogyha már jelentőségről beszélünk, nyilván ajánlják a díjazottakat, de van egy szakmai bizottság, aki ezt véleményezi. Nagyon neves. Igen, van az Artisiusz részéről egy nagyon neves szakmai bizottság, de van ennek egy megelőző véleményező bizottsága is, hát természetesen maga az én műfajomnak a Magyar Nóta Egyesülettől. Onnét megy föl először a javaslat, és akkor aztán megnézik, hogy ez mégis ki. Nagyon-nagyon rangos magának a könnyűzenei szerzőknek a bizottsága. Bródi János, Malek Miklós, Wolf Péter, Grillus Vilmos, Viktor Máté, hogy csak néhányat soroljak, azt hiszem 11 tagból áll a vezetőség. 106 dal, Marika, az nagyon sok. Ez a bejelentettek. A bejelentett. Ezen kívül még vannak folyamatban a születők, és még olyanok, amiket még nem jelentettünk be. Hát szóval van. Na most ez nem azt jelenti, hogy ez mind hú, oké, és mind jó. Ennyi született, és ebből lett számos népszerű szerzemény. Több évtized munkája benne van ebben most már. Most már lassan a harmadik évtizede, nem? Igen, hát... Én már jóval előbb írtam. Az az igazság, hogy olyan verseim is előkerültek, és zenei ruhába lettek öltöztetve, amik jóval korábban készültek, még a civil munkám során. Tehát már akkor ez... Már akkor írtam, én mindig írtam. Úgyhogy, és hogy én de bekeveredtem ebbe a csapatba, ezt már sok helyen elmondtam, a jó Isten vezérelt ide, mert én vegyész voltam. Na most én ott nem bírtam összekutyulni ilyen szerzeményeket, úgyhogy mikor leszázalékoltak gerinc dolgok problémákkal, meg csontrendszerrel, akkor megkerestem itt Újpesten azt a helyet, mert ez a hazám. Hát ezt hogy mondjam már, éppen idejövet számoltam ki, 45. éve érzem magam újpestinek. És ez a hazám, és hogy én ide kerültem, elmondtam a laudáció után egy köszönetbe, hogy messziről érkeztem, nagyon messziről és messzire jutottam, de hogy én idáig eljuthattam, annak nagyon
nagyon sok ember segítsége kell, a közegnek a segítsége, tehát hol működtem, hol fejthettem ki a tevékenységemet, milyen pártolást, segítést kaptam én attól a szűkebb hazámtól, Újpesttől, és nagyon sokat köszönhetek, ott elmondtam a dal, zeneszerz, a verseim zene megzenésítőinek nagy köszönet, és az előadók. Hiszen a dalszöveg zene hát nélkül nem dalszöveg. Néma marad, a verseim némák maradtak. Előadók nélkül meg pláne. Hogyne, igen. És a műfaj jelentős képviselői adták elő és írták ezeket a dalokat, ugye? Igen, nagyon-nagyon neves, több neves zeneszerzőtársam volt, mint Majláth Jenő, Vas Gábor. Tessék segíteni. Sok van ottan. Most az énekesekkel tudok segíteni. Máté Otília, igen. Bokor János, Bétót Magda, Gránás Zsuzsa, Szentendrei Klári. És még sokan felsorolhatatlan. Persze, nagyon sok. És ugyanígy a zeneszerzők is nagyon-nagyon jelentős jó. Azt árulja el nekem, legyen oly kedves, vagy így emlékezzem vissza, hogy mire gondolt akkor, amikor megtudta, hogy megkapja ezt a díjat, mert biztos vagyok benne, meg tudom is, hogy egyrészt nagyon fontos önnek ez a díj, és azt is tudom, nagyon meghatódott. Én főleg meghatódtam. Én megmondom őszintén, mikor én ide bekapcsolódtam ebbe a műfajba 20 éve. Én már utána, ugye, amint újságíró, tudósító, mentem a többi társamnak, az akkori díjazottaknak az ilyen díjkiosztójára, és csak ott ültem félszegen, és néztem, olyan elérhetetlen volt. Szóval olyan, hogy ja Istenem, írom a dalokat, írjuk, de hát hogy, mikor lehet ide eljutni, mert többnyire idős emberek kapták meg akkoriban, olyan 80 évesek, meg a most nem mondtam jelzőt, hogy már mennyire idősebbek, átmondom, hát hogy. És mikor én ezt meghallottam, és megtudtam, hogy én is már közéjük tartozhatok, felmerült a kérdés bennem, de ezt őszintén mondom, hogy miért? A dalok minőségéért, mennyiségéért, a hallhatóságáért, mennyi jelent meg, mert sokszor elhangzott másoknál a korábbi években, hogy a laudációkban, hogy ennyi önálló CD-je volt, ennyi önálló kazettája volt, ennyi önálló estje volt, ennyi szerzői. Hát mondom, nekem egyik sincs ebből. Nekem a dalaim mindig másoknak, nagy énekeseknek a saját CD-jén jelenik. Persze, hát értelemszerűen. És így hangzanak el a rádióba is, meg a tévébe is. De akkor ez azt jelentette, hogy egy ilyen szakmai visszaigazolás jelentett, hogy igen, ezt érdemes csinálni? Igen, ez egy visszaigazolás. De amúgy vannak, vagy voltak kétségei ezzel kapcsolatban, hogy érdemes ezt csinálni? Hát nem, olyan nem, hogy én csinálom, hogy nem érdemes csinálni, de hogy abba volt kétségem, hogy én ezt nem biztos, hogy én ezt elérem. Ja, nem, ezt csak így szerettem, lehet, hogy rosszul fejeztem ki, mivel előttem elég idősebb szerzőknek láttam a díjazását, hát mondom, hát én ide, nem, ezért nem ilyen, írom, mert jön belőlem, és kell, és igénylik a hallgatók is, igénylik, akiknek előadják, és megtalálják a verseim, a dalaim, az énekeseket is. Szóval az, hogy megjelent egy dalos füzetem, ez nem sok, egy darab van már belőle, ezeket se tudom terjeszteni, de kérik tőlem. Marika, van valami szép dalod, mutasd már, mert múltkor hallottam. Szóval, ha kérik, én odaadom. És de akkor ezek állandó? Tehát annál nagyobb szakmai visszaigazolás, hogy az előadók kérnek igen. dalokat, annál nincs, felteszem. Igen, bizony nincs. Ez a legnagyobb. Tehát ez akkor csak ez a koronája ennek az egészet. Ez a megkoronázása, igen, mert már most az utóbbi időben is mondtam, hogy jaj, drágáim, én írok, csak most én úgy érzem már néha, hogy mintha kiírtam volna, de nem. De kérik, és mindig is kértek szöveget. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Ahhoz az elképesztő energiával végzett szervező munkához, hogy fér a dalszerzés? Úgy értem, hogy fér az idejébe? Hogy ahhoz kell némi idő, némi nyugalom, meg némi ihlet. Némi... Hát az ihlet egy pár dalomnál az utcán jött meg, de komolyan, és az egyik legszebb dalom született, de azért van arra idő. Hát a dalaim többnyire nem most készültek. Igen, azért. Persze. Hát a dalos füzet is... Már puskázok, 2008-ban jelent meg. Nyugodtan mutassa föl, ha már 2008-ban jelent meg ez a Amikor én megszülettem címmel. Kicsit följebb, igen, Nagykáta város, a szülővárosom segítségével, ebbe a templomba kereszteltek, és a segítségével jelent meg. Ebben van 83 válogatott nótám, vagy dalom, de ebbe tényleg minden van, amit föl tetszett sorolni, tehát sanzon, táncdal, minden. Ezek jóval korábban születtek már meg, nem most a nagy, ha bár a rendezvény szervezés alatt is, de az egyik dalom, mentem az utcán, jó kis Poros-Perényi utcán, és azt elkezdtem mondani, hogy miért járok én olyan úton,
ahol virág nem nyílik már nékem is. És jött, és megírtam félig, vagy minden, jaj, na, mondom, hát akkor ezért, jaj, mondom, el ne felejtsen, mire hazaérek. Szóval, és akkor így meg... Én biztos, hogy nekem nem az jutott eszembe, nem az jutna eszembe, hogy miért járok én Porosul, miért nem nyílik virág nékem. Tehát akkor ezzel csak arra utalnék, hogy akkor ezek szerint ez Marikából így jön? Ez bennem van, Gáng, ez onnan ered, ahogy említettem, hogy messziről jöttem. Igen, messziről jöttem, majd egyszer talán a novellás kötetem is megjelenik. Én tanyavilágban nőttem fel, uh-huh, jó darabig, és nekem nem videók, meg nem tudom mik, meg mit tudom, milyen játékok. Én libákat őriztem, abból van a legjobb csárdásom, és én a felhők játékából olyan izgalmas mesét tudtam szőni, komolyan mondom, hogy már ott magamban is, de már akkor. Még akkor talán olvasni sem, még akkor nem is voltam általános iskolás. Bennem volt. Hát jó, mit tud, mindenkinek ad a jó, mindenkiben van valami. Valami talentum akar. Van. Más kérdés, hogy hogyan sáfárkodik ezzel. Valamiért vagyunk a felföldön. Így van. Ugyan már láthattak a kedves nézők a mai adásunkban egy tudósítást magáról a díjátadóról, de azért beszélünk egy picit erről. Hát elég nagy ünnepi felhajtás volt. Igen, ez egy más helyszínen volt az eddigi években. Korábban például megrendezték a Stefánia palotában, uh-huh, még jóval év. Aztán később magán az Artisus épületébe, ami ott van a Duna TV mellett, milyen utca az ott. Ott fönn Budán, a Lánchídon, ahogy átmegyünk, ott igen, van a nagy. Ott... Volt Duna TV, a régi Duna TV mellett. Mészáros utca talán? Mészáros utca kezdődik, igen, és valahol ott van, igen. Jaj, tényleg a Duna TV már átkerült. Hát nem tudja már, hogy melyik média hol van. Na, szóval ott az volt... Újpesti, ez itt. Ez itt, ezt tudom biztosan. És ott volt régkorábban, no de most kibővült a... Egyrészt jubileáltak. Itt is jubileum volt. Méghozzá 15 éves jubileum, ugyanis 15 éve annak, hogy az Artisiust díjat létrehozták. Uh-huh. Tehát nem maga az Artisiusnak, hanem a díjat, tehát annak 15 éve, és egy újabb díjazási formát is bevettek, vagy kategóriát, ami eddig nem volt, a junior fiatal tehetségek, uh-huh, a 30 év alattiakat is most díjazták, és ez egy nagyobb szabású valami, a koncertteremben volt megrendezve. Hát meg rengeteg neves művész. Rengeteg neves művész, ugye közben előadások voltak. Meg operek. Volt illetődve? Hát én nagyon meg voltam illetődve, a gyerekem ült mellettem, és lefogta így a térdemet, mert már amikor a virágot, ugye, mert gyönyörű virággal érkeztek, ezt azért nem tudom, belefér-e. A virág is már így remegett már utána. Hogy ne lettem volna megilletődve? Hát olyan emberek között voltam, mint Cucorelli, Endre, Díjas, akkor Spíró György, hogy az tanára is volt, vagy nem tanára, ő felvételiztette a lányomat. Érdekesség, hogy olyan zene tanárnőt is díjaztak, akivel én úgy beszélgettem, nem tudtam ki az, és mikor megérkezett a lányom, összeölelkeztek, a főiskolán tanárnője volt a lányomnak. Szóval ezek hatottak. Ez sok szép élmény. Szóval ezek voltak számomra megható, dok, hogy én hol vagyok, én most nem úgy vagyok ott, hogy nekem itt írnom kell, hogy egy tudósítást mint a tudósítást, hanem maga a díjazott. Gondolom attól is meghatódott, hogy azért Újpestről is erőtesen képviseltettük, hogy Újpest is erőtesen képviseltette magát. Ennyit nem gondoltam, és végtelen köszönettel tartozok. Szóval tudja, hogy már néztem a többieket, hogy nem néznek rám irigykedő szemmel, mert senkihez nem jöttek ki. Nem jöttek így ki, hogy a város a részéről, vagy a szűkebb kerületi, vagy a kerületéből. Hát ki jött, megtisztelt a kulturális központ két vezetője. Ugye az igazgató úr, a Kovács Bence, a helyettese, a Kóka István, pedig van egy ilyen híres zeneszerzőink is, Kóka István, és ott voltak a médiától, az újpesti sajtókártyától, az újpesti napló, a tévé, hát én csak néztem. Én megmondom őszintén, azt se tudtam, hogy most itt nagyon-nagyon meghatódtam, és a másik, hogy egy ilyen gyönyörű nagy virág kompozíciót küldött a városvezetése, tehát a polgármester úr is, és a polgármester úr nevébe, azzal a város nevébe, és na most ezt hogy adjuk át? Hogy van az átadása? Hát itt csak szűken föl kell menni, kezet fogni, meg lejönni, semmi ízé. Hogy adja át a Bence, meg minden? Jaj, mondom, akkor menjünk a szervezőhöz, menjünk a Lévai Balázshoz, a műsorvezetőhöz, és elmondtam, hogy itt kérem szépen, ez a helyzet áll be, hát csak nem tehetik meg azt, hogy hát már bocsánat. Úgyhogy nekem egyszerűen utána, amikor átvettem minden, még mondta, hogy egy pillanat, itt
Ez is én nagyon... Egyedüliként, és akkor én már nem jöttem el a mikrofon mellől. Efelől nem volt kétségünk. Hanem elmondtam egy köszönet. Olyan köszönetet mondtam el röviden, amiért a fogadáson nagyon sokan odajöttek. És azt mondták, hogy egyedül magától hallottunk ilyen gyönyörű szép szavakat, és nagyon jó tette, hogy megköszönte. Természetesen mindazoknak, akik segítettek, és hogy a virág, szóval a kerület részéről mindenkit gondolhatja. Ez egy szép ünnep volt, már megható is, de az élet meg a munka folytatódik, olyannyira, hogy ugye már a laudáció is említi ezeket a nótaműsorokat. A következő május 29-én pénteken 15 órakor lesz, Bokrétát kötöttem. 29-e, ugye? 29-én. 29-én, pénteken 15 órától Bokrétát kötöttem. Mi lesz itt? Ez egy szép nyár elő, május, ebben mindenféle lesz operett, magyar nóta. A terem már írásban előjegyezve megvan telve, csak tudja ilyen formai átalakulás miatt a jegyek nyugtatása. Teltház garantált. Igen, remélem, talán olyan 50-60 jegy van még szabadon. Tehát most, aki látja és érdeklődik a műfaj iránt, az már most érdeklődhetne. Ha nem is tudnak még mindjárt jegyet adni, de jövő héten. De legalább előjegyeztetik. Előjegyeztetik. Meghívtuk Maros Gábor színész, énekesművészt, opera énekest. Lesznek nagyon közkedvelt. Itt lesz újra a Bányai Márton, a tavalyi év nótasztár. Nótasztára nagyon szeretik az emberek. Zenebarát körömből itt lesznek énekesek. És messzebbről is jönnek, akiket már megszeretett. Szerintem egy vidám, aranyos, kedves kis délután lesz az újpesti cigányzenekarral, és a kórusom egy meglepetés fellépéssel jön, no, amit fele. Én tanítok be nekik. De ezt nem áruljuk el. Ne is, különben nem lesz meglepetés. Tehát az Magyar Dal és Zenebarát Társaskör kórusa. Jó, tehát május 29 Bokrétát kötöttem. Igen. És mi a cél? Kossuth Díj? A következő, etap? Még előtte valami magyar köztársaság. Erről van szó. Van. Jó, hát van. Ja, van még kiosztható. Ja, a jó Isten adjon egészséget, és adjon az emberek szívébe békességet, jó indulatot, segítőkészséget, és kérem, hogy ha így megfelelek továbbra is, erejükhöz mérten támogasson a város. Támogassa a város ezt a kis műfajt, vagy ezt a kis munkálkodásunkat, amit nagyon köszönök eddig is. Én meg köszönöm a beszélgetést, és gratulálok még egyszer a díjhoz. Nagyon szépen köszönöm.